egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy ez a Bánki csapat nem a 8. helyre pozícionált, hanem a bajnok címért fog harcban lenni, én úgy gondolom. A mai mérkőzésen az első perctől kezdve az utolsóig uralta a játékot, olyan pressinget nyomott ránk, hogy gyakorlatilag fellélegezni nem tudtunk, és ez a fizikálos különbség nagyon-nagyon kijött a mérkőzésen, és gyakorlatilag ez a képlet az egész mérkőzésnek, hogy kibontakozni nem tudtunk, helyzeteket nem tudtunk kialakítani, a labda kihozatalainkkal már gond volt, úgyhogy a futball minden szegmensékbe lefocizott minket a vendégcsapat, úgyhogy majd ki fogjuk javítani a következő mérkőzésen. Sok sikert nekik! Ez is nagyon nagy köszönet a hazai csapatnak, hogy egy ilyen remek pályát, környezetet tudott biztosítani ez a szerintem közönség szórakoztató mérkőzéshez. Én azt gondolom, hogy a csapatunk ma a góllövés kivételével betartott, amit megbeszéltünk. Én azt gondolom, hogy a mérkőzés nagy részében szerintem egy nagyon-nagyon jó csapat ellen tudtuk uralni a játékot. Én egész héten úgy készültem erre a mérkőzésre, hogy egy nagyon jó csapatot fogunk játszani, és azt is kaptam, amit mondtam a srácoknak. Úgyhogy igazából az 1-0-ás eredménnyel, meg a játékkal is elégedett vagyok. A góllövés, mert szerintem a labdarúgást góllövésre játsszák, azzal viszont vannak problémák, mert szerintem a mérkőzésen volt legalább 3-4-100%-os helyzetünk, amit nem tudtunk góra váltani. De jövő héten meg most lesz egy hét szünetünk, és akkor két hét múlva megpróbáljuk a helyzeteinket is értékesíteni.